Miki Zoltán, szeretettel köszöntelek itt a Díszpáholyba, az Újpest Díszpáholyába. Ide írtak meg egy interjú erejéig. Zolikám, gyakorlatilag miért rúgtak téged ki Nyíregyházáról? Hát igazából közös megegyezéssel rúgtak ki, ez egy kicsit vicces a dolog. Igazából nem tudom, hogy miért, mert mindig volt a stábnak egy ilyen összegyűjt szakmai értékelése, amíg elmondták a játékosok ki, hogyan teljesít. Nekem egyszer nem merült fel a nevem. Egy vasárnap, kicsit szombati meccs után vasárnap összeült a tulajdonosi kör, ott még nem volt semmilyen változás. Aztán hétfőn, amikor megjelentem edzésre, a Banka Zsolti ügyvezető igazgató azt mondta, hogy én nem öltözhetek át, mert ki vagyok rúgva. Erre én megkérdeztem tőle, hogy miért. Ő azt mondta, hogy mert ki vagyok rúgva. Tehát ez volt a válasz. Én akkor közben beszéltem, felvettem a Újpest vezetőjével a kapcsolatot, és Alló István megkérdezte ugyanúgy őket, ők se kapott választ a mai napig. Ezt még próbálják kideríteni, de igazából nem kerül pont végére semmi, mert nincsen álláspontom semmi. Tehát nekem azt mondták, ki vagyok rúgva, innentől kezdve én nem tudok mit csinálni. Visszajöttem, itt edzek, és hogy mi lesz a sorsom, hogy maradok, vagy esetleg megyek-e máshova, az úgyis ki fog derülni. Ez majd jövő héten lesz úgyis leülni, hogy a vezetőedző mit szeretne, vagy hogy nekem mi lenne a legjobb. És amíg a másik visszatérve a kirúgásra, ott a Szentes Lázár elején beszéltem a vezetőedzővel, és neki egyből az volt a kérdése, hogy én összebalhéztem-e valakivel, vagy valami olyasmit csináltam, ami nekem bekavarhatott, de igazából nem csináltam semmit, és ő se érti, hogy miért vannak ki rám ugye a vezetők. És tehát mai napig nem tudom. Ezt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy a Szentes Lázár az végül is meg volt elégedve a munkáddal, hiszen akik láttuk a meccseidet, vagyunk egy jó néhányan, úgy vettük le, hogy nagyon kemény csatákba vettél részt, és nagyon nagy sikerre büszkék voltunk rád. Azért lepett meg bennünket, hogy egyszerűen minden szó nélkül kirúgtak gyakorlatilag. Hát igen, 13 meccsből 12-t végigjátszottam, ugye egyen ki voltam állítva, úgyhogy ezért nem is értettem, hogy miért, mert igazából, hogyha rosszul teljesítek, akkor ami persze bármikor előfordulhat egy játékos életében, de akkor úgy érzem, akkor nem a kirúgás van az, hanem le kell tenni a kispadra. De még ez sem jött szóba, mert minden meccsen játszottam. Úgyhogy ezért is furcsa ez az ügy, mert nem tudok mit mondani tényleg, mert... A klub és sportszakmai igazgatója, Salló István vizsgálódik még a témában, vagy lezárta ő? Hát igazából nem tudom, mert most fog hazajönni a Újpest ugye tulajdonos, a Tolnai Sándor, és majd ő fogja a Nyíregyháza tulajdonosával fölvenni a kapcsolatot, és majd utána várhatóak még a fejlemények, de idáig próbál a Saleci is valamilyen álláspontra jutni, de nem tud ő se azt mondja, tehát nem kap választ. Azt szeretném megkérdezni végezetül, hogy milyen elképzeléseid vannak a jövőddel kapcsolatban? Hát a jövőmmel kapcsolatban mindenképpen játszani szeretnék folyamatosan. Ezért is lesz majd tárgyas, hogy nekem mi lenne jó, mert ugye én azért mentem a Nyíregyházzal is, hogy a sérülésem után, a baleset után folyamatosan játszak, ami hál' Istennek be is jött, tehát a játékban voltam, ez nagyon jó volt. Hát, hogy mi lesz a jövőben, az majd ki fog derülni az elmúlt és a következő hónapban. Ehhez kell a Újpest vezetőedzőjének is, hogy most lát edzéseken, hogy milyen formában vagyok, hogy esetleg, hogy ki hova fog menni, igazolások, ez majd még a jövő zenéje, de szeretném a legjobb döntés hozni, ezért nem is fogom elhamarkodni. Zolikám, nagyon szépen köszönjük a riportot, és jó egészséget, és sok sikert kívánunk, és kellemes ünnepeket. Viszont!